amit az önkormányzat megszabhat, hogy mennyi idő alatt hagyják el azt a helységet, vagy azt a területet, azt az ingatlant, amit haszonkölcsönbe adnak neki. Tehát így a magam részéről a 15 évet én támogatni tudom, és nem csak én, hanem a szocialista frakció még jelenlévő tagjai is. Mondom ezt azért, mert hogyha jól tudom, így a minősített többség szükséges ehhez a szavazathoz. És nem tudom, hogy egyébként benn vagyunk-e a teremben, most 24-en, bár 24 lámpa ég, tehát mi igyekszünk itt lenni, hogy a 21 szavazat meglegyen. És szeretnénk, hogyha ez az ellátás a pályázat sikeréből kifolyólag itt ezen a területen beindulhatna. Azt is szeretnénk, hogyha minél több területet tudnánk bevonni. Ez az egyik olyan hely akkor, amelyik egy bázis helyként lehetne, és remélem, hogy a hajléktalan ellátásban résztvevő egyéb szervezetekkel, civil szervezetekkel, egyházi szereplőkkel is közösen végzi majd a feladatot a pályázó, illetve a gesztor szervezet. Tehát a magunk részéről mindenféleképpen támogatandónak tartjuk, és ezt támogatjuk is. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Dévényi Sándor bizottsági elnök úr, megadom a szót. Tisztelt közgyűlés, magánügy, de képviselőtársam felszólított, vagy illetve hát kételyeket fogalmazott meg. Lényegesen jobban vagyok informálva a kérdésben, mint gondolnák, hiszen ezt az otthont a Szent Erzsébet plébánia már Kertvárosban, Szent Erzsébet utcában meg akarta csinálni. Megvett egy családi házat, és hát annak a terveit, átalakítási terveit természetesen társadalmi munkában én csináltam. A költségvetését, a felújítását, minden. Tehát pontosan tudom, hogy 8,4 millió forint van erre a célra most a pályázatban, és 5 évig kell fenntartani az intézményt. Tehát én ezért volna bátor javasolni, hogy ne 15 évig kötelezzük el magunkat, hanem csak 10 évig, mert ez ennek a pénznek a felhasználására biztos, hogy elegendő biztosíték, és a működtetéshez is azért ad egy kifutást. Viszont nagyon bízom abban, hogy az újjáalakult és megfelelő többséggel rendelkező, ha pénzzel nem is, de többséggel rendelkező új magyar kormány az ilyen szociális problémákat föl fogja karolni, és lesznek más lehetőségek arra, hogy egy ilyen problémát megoldjunk, mert ez bizony, tisztelt hölgyeim és uraim, ez nem megoldás. Hogy Sufnikba, nyomorult helyeken, a város szélén kezeljük ezeket a problémákat, ezekre intézeteket, intézményeket kell létrehozni, megfelelő infrastruktúrával, megfelelő személyzettel, megfelelő támogatottsággal, és hát megfelelő építészeti környezettel. Mert bizony az építészeti környezet is nevelő hatású, még ha valaki hontalan, kitaszított és szerencsétlen, akkor is hatással van rá az épített környezet, és itt nem a város hátsó udvarába kell ezeket a dolgokat lerendezni, és ha ezt tisztességes épített környezetbe oldjuk meg, akkor a környezet is befogadja talán ezt az intézményt, és nem lesz olyan elemi ellenállás, mint amilyen a Szent Erzsébet utcai lakók körében megnyilvánult. Köszönöm szépen, három jelentkezőt látok még. Juhász István, bizottsági elnök urat, első megadom a szót. Köszönöm, polgármester úr, a szót, csak azért, hogy hangozzon el külön vélemény is. Én jó magam ott lakom, talán egy olyan 80-100 méterre a helyszíntől, az érintett helyszíntől, már a régi helyszíntől, tehát az enemi erő az nem jelentkezik. Nagyon tisztességes és jó szándékú emberek is laknak itt, és nagyon sokan vállalnak egyébként munkát a környező családi házaknál, kertkarbantartás, fűnyírás, stb. Tevékenységet végeznek, soha nem hallottunk rá panaszt, legalábbis a mi környezetünkben. És én azt hiszem, hogy szegény ember vízzel főz, ha onnan menni kell, mert növekedett a létszám, és mégis vannak olyan gondok, melyek megoldásra várnak, akkor alternatív megoldásképpen támogatni kell ezt a fajta előterjesztést, és ha már marhahús is lesz, és nem vízzel kell főznünk, akkor majd meg fogják találni az itt ülő emberek a végleges megoldást, ahogyan az Dévényi Sándor részéről is elhangzott. Én azt kérem, hogy mindenképpen valamilyen segítséget adjunk az egyháznak ahhoz, hogy ezt a helyzetet megfelelő módon kezelni tudja, és a pályázatát be tudja nyújtani. Köszönöm szépen. Köszönöm. Csizsi Péter, mint előterjesztő kér szót, megadom a szót, bizottsági elnök úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. Nem szeretném magam ismételni.
Tehát nem tulajdonba adjuk, haszonkölcsönbe adjuk, mondta az említett probléma miatt. A mellékelt szerződésről pedig annyit, hogy körülbelül két hete dolgoznak rajta a plébánia, illetve a városháza munkatársai pont amiatt, amit Nyögéri Lajos is mondott, hogy megfeleljen ennek a pályázatnak, és megfeleljen a jövőbeli pályázatoknak. Egyetértek Dévényi képviselő úrral abban, hogy reményeinket kifejezhetjük a tekintetben, hogy a kormányzat minden nehéz helyzetben lévő csoportnak megpróbál megoldást nyújtani, de azt is lehet látni, hogy ha egy adott területen nincsen olyan létesítmény, nincsen olyan terület, ahol jó ellátási formát létesítsünk, akkor egy kormányzat sem tud segíteni. Ez egy alkalmas, szociálpolitikailag alkalmas terület, és éppen azért nem adjuk át tulajdonba, mert ezt a kérdést még el kell dönteni, hogy akkor valóban ott az az út az megvalósul-e. Úgyhogy én értem az ön aggájait, én magam részéről azt tudom támogatni, hogy az előterjesztésből kerüljön ki a második bekezdés, ami a pénzt érinti, de arra kérném önt is, hogy ne változtassuk már meg az ajándékozási szerződést, hiszen így felel meg annak a pályázatnak, amit a plébánia már elnyert, nem beszélve arról, hogy egyébként reményeink szerint további pályázatokra fog majd ez alapján jogosult lenni. Köszönöm szépen. Újra szót kér Nyögéri Lajos képviselő úr, megadom a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én mindig szeretem az új magyar kormányzat, régi magyar kormányzat, és hogy hogyan keverjük még bele a politikát bármilyen olyan ügybe, ami politikamentes kell, hogy legyen. Számomra nem fáj akár köszönetet mondani Páva Zsolt polgármesternek, aki ugye ezt a tisztséget betöltötte már korábban is, hiszen az ő első, hadd mondjam ezt, uralkodása alatt jutott a támasz alapítvány olyan jelentős ingatlan csomaghoz Pécs városától, amivel azt hiszem, hogy az országban mindenféleképpen egyedülálló ellátást tud nyújtani, és a város területén ugye már több civil szervezettel, képviselőtársammal mutogat az idő miatt, esküszöm, hogy hosszabb leszek egy 10 perce. Köszönöm az együttérzését. Na most megzavartak, tehát előről kezdem a gondolatmenetet. Együtt a tájra is, hogyha rátérnek képviselő, azt megköszönném tényleg. Tehát azt hiszem, hogy kár minden olyan jellegű előterjesztésbe, akár a politikát bele szőni, hiszen az előző kormányzat sem költött erre kevesebbet, sőt, itt jött be az, hogy először a hajléktalan ellátást jobban szem elé vették, és többet próbáltak kormányzati forrásokból is biztosítani. Sokkal nagyobb problémának látom azt, hogy mindenki számára csak addig probléma a hajléktalan kérdés, amíg őket nem érinti, azaz a közelükben nem jelenik meg az ellátás. Hiszen addig mindenki egyetért vele, hogy a hajléktalanokon segíteni kell, sőt, milyen nehéz sorsú emberek, hogy azonban az ön közelükben megjelenik akármilyen ellátási forma, akkor már tiltakoznak ez ellen, és mindenhol megpróbálnak esetleg ennek gátat szabni. Magunk részéről azt hiszem, ezt nem tehetjük meg, ezért is szeretném azt, hogy támogassuk ezt az előterjesztést, és egyhangulag fogadjuk el. Hogyha jól tudom, ugye volt egy módosító indítvány, amennyibe azt Csizi bizottsági elnök úr befogadja, akkor a magunk részéről támogatni tudjuk a módosító indítványt, amit Dévényi elnök úr tett meg. Hogyha nem, akkor azt a módosító indítványt mi elutasítjuk, de az előterjesztést a mostani formájában támogatjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ezt úgy tudnánk megvalósítani, hogyha szavazni tudnánk erről, viszont 23 perc és 48 másodperce beszélgetünk elvileg konszenzusos kérdésről, tehát ezért kérem, hogy ha ilyen helyzet van, akkor nem kéne szétdumálnunk, vagy ilyen egyszerűen fogalmazzak. Egy módosító indítvány hangzott a Dévényi Sándor részéről, hogy a 15 év helyett 10 év legyen a szerződésben. Erről kérem a szavazást.
öten támogatták, 8 nem és 10 tartózkodás mellett nem került elfogadásra, akkor most az eredeti előterjesztést kérem, hogy szavazzanak a közgyűlés. Kettő igennel a közülés az előterjesztést elfogadta. A következő napirendi pont, polgármesteri hivatal alapító körületának módosítása, cím előterjesztés. Nem kíván. Bocs, igen, elnézést, igen, látom. Ja, bocsánat. Baranya megyei önkormányzat narkomán fiatalokat gyógyító foglalkoztató közalapítványával megkötött ellátási szerződés módosítása, cím előterjesztés. Hozzászólás, igen, nem látok, kérem a szavazást. Közülés 22 igennel elfogadta az előterjesztést. Következik a polgármesteri hivatal alapítók iratának módosítása, cím előterjesztés. Hozzáfűzni való nincsen. Hozzászólás, én nem látok, kérem a szavazást. Igennel, 23 igennel fogadta a képviselőtestület. Következő napirendi pont, Bari Tamás kérelme a Pécs Anna utca 12 szám alatti lakás megvásárlására. Csidi Péter kiegészíti az előterjesztést. Önné a szó, képviselő úr. Köszönöm szépen, polgármester úr, szeretném kérni az elnapolást. Elnapolás, kérem a szavazást, a közülés az elnapolást elfogadja vagy sem. Közülés az elnapolást nem fogadta, 20-an szavazták csak meg, és 2-en tartózkodtak. Képviselő, akkor szavazunk az előterjesztésről. Kérem a közülés, hogy szavazzon az előterjesztésről, indul a szavazás. Szavaztak mellette, és 14-en tartózkodott a közülés, tehát nem fogadta az előterjesztést. Következik a nővéremet Kft. Helységbérleti szerződésének újbóli megkötése iránti kérelme. Elnök úr nem kívánja kiegészíteni, kérem a szavazást. Kettő igennel a közgyűlés egyhangulag fogadta az előterjesztést, és utolsó napirendi pont következik, a Kőrösi Csoma Sándor Nyugdíjas Egyesület haszonkölcsönszerződésének megkötés iránti kérelme. Kiegészíteni nem kívánja az előterjesztő, hozzászólásig nem látok, kérem a szavazást. Közülés 21 igennel és 3 tartózkodással elfogadta az előterjesztést. Tisztelt közgyűlés, a mai közgyűlésre befejezte a munkáját. Találkozzunk mához 2 hétre, június 24-én rendes közgyűlés keretében. Viszontlátásra mindenkinek! Véget ért Pécs megyei jogú város közgyűlése.
Reggel a legfontosabb napirendi pontok között szerepelt, hogy nyílt ülésen a zsolnai örökségkezelő élére számos egyeztetés után elfogadta a kettős ügyvezetést a testület. Bozók Janita a kulturális művészeti ügyekért felel, Ruzsa Csaba pedig az üzemeltetésért, a hasznosításért. A sportlétesítmények igazgatósága helyett jön létre a Pécsi Sport Nonprofit ZRT. A városvezetés az intézményegység élére Vári Attilát javasolja. Szeptember 30-áig üzleti tervnek kell a közgyűlés elé kerülnie, az igazgató fizetését pedig végül is 850 000 forintban határozták meg. A testület elfogadta az előterjesztést. Ezután szintén elfogadták az EKF városi keretének felhasználásának és a Melina Mercuri díj felhasználásának módosítását, valamint módosítják a nagy kiállítótér támogatási és konzorciumi szerződését is. Ezen kívül pedig a Tettye kettes ütem módosítását is elfogadták, és módosítják még a Tettye Forrásház alapító okiratát is.